Folyamatosan érkeztek a véradók a kőszegi Jurisics várba. A Vöröskereszt felhívására már délelőtt 30 körüli volt az önkéntesek száma. Szilvia most először szánta rá magát, hogy vért adjon, de régóta készült már erre. Már régóta kacérkodtam a gondolattal, mindig néztem, meg mindig reklámoztam az internetes felületeken is, hogy lesz véradás, de aztán valami mindig közbe jött, vagy tényleg vagy a kisbabákkal voltam otthon, azóta ugye már minden gyerkőc nagy, vagy mindig volt egy olyan dolog, amiért nem tudtam eljönni, és most tényleg most azt mondtam, hogy most eljött az a pillanat, hogy már a kisgyerek is 3 éves, vagyis a legkisebb, és most mindenképp el fogok jönni, és adok vért ténylegesen. Ez az anyuka gyermekével együtt érkezett, neki is szeretne példát mutatni. Kamerán kívül elmondta, férjével együtt rendszeres véradók. Dalma is 15. alkalommal nyújtotta karját, hogy vérével segítse a rászorulókat. A párom mentőszolgálatnál dolgozik, és ő mindig hozott magával, és ő általa is sikerült bekerülnöm ebbe, és örülök is neki, hogy sikerült jönnöm is. És jó dolog, nagyon jó érzés, amikor felhívnak, hogy nagyon köszönjük, a vért felhasználták. A folyamatos vérellátásért dolgozik a Vöröskereszt, a nyári hónapokban, a szabadságolások és az oktatási szünet idején hagyományosan csökken a donorok aktivitása. Országosan ilyenkor is napi 1600-1800 véradóra van szükség a megfelelő vérkészlet biztosításához. A szervezet épp ezért a véreddel életet menthet, te adod, elnevezésű tájékoztató kampánnyal hívja fel a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás fontosságára. A vérellátó szolgálatnak vérre mindig szüksége van, hiszen a vér csak vérrel pótolható. Most rendkívül fontos, már csak azért is, mert ugye a COVID-járvány után most indulhattak újra a műtétek, és megnövekedett a vérigény a kórház részéről, így mindenféle vértípusból állandóan, folyamatosan vérkészletnek kell lenni. A Jurisics vár régi helyszíne a városi véradásnak, a nyári várszínházi időszakban tartott véradásokba a színészek is beszoktak kapcsolódni. Idén azonban a szokottnál későbbre tolódott az időpont, az intézmény vezetője maga is 40-szeres véradó. Amiben tudunk, segítünk, fontosnak, közügynek érezzük ezt a dolgot, és kőszegiek valóban híresek az önzetlenségükről. Mi ezt csupán csak segíteni tudjuk, meg keretet tudunk adni neki, és örülünk és büszkék vagyunk, hogyha ez létrejön és megvalósul. A Vöröskereszt magyarországi megalakulásának 140. évfordulóján június végén a humanitárius szervezet oklevéllel köszönte meg az intézmény véradást segítő tevékenységét. A városi véradáson 101-en vettek részt. Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján nyomon követhető a vérkészlet. A különböző vértípusokból 3, 4, 5 napra elegendő mennyiség áll rendelkezésre.